Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, jön még több Overwatch. Most már azért sok mindenről beszélgettünk. Beszélgettünk arról, hogyan kezdjük neki, a karakterek és fegyverek viszonyáról, beszélgettünk a visszajelzés, a hangokról, a játék visszajelzésekről, és most jön az az időszak, mert hogy van egy ilyen időszak is, amikor de nem megy a játék, és hiába erről, tehát nem megy a játék, szerintem ahogy jönnek a videók sorba, fel fog nektek is tűnni, hogy eleinte jobban ment, most akkor nem megy, és direkt így vannak kiválogatva, nem válogattam a videók közül, csak ott válogattok ma, ahol csapattal játszok, és ilyen live az egész, de mindegyik ilyen sorra mennek a videók, hogy így egy ilyen fejlődési skálát mutassanak be, mert nem úgy születünk, hogy prók vagyunk minden játéknál, ugye, hanem minden játékot meg kell tanuljunk, és itt jön a kulcs szó. Az eleinte ugye, hogy bár akinek ugye megvan a kezdeti siker, nem tudom, ti úgy vagytok vele, de nálam a kezdeti sikert ilyen kezdeti hatalmas lehetőn lefelé való menés követi, mert egyszerűen nálam azért van ez az időszak, mert hogy elkezdek tanulni, és elkezdek észrevenni dolgokat, és esetleg ugye, ha észreveszek dolgokat, azokat elkezdem kikerülni, vagy nem csinálni, vagy épp csinálni, és ezáltal kezd összemixelődni az eddig megszerzett tudás, amit hoztam esetleg más shooterekből, a újonnan beszerzett élményekkel, és ez egy olyan kavalkádot okoz az emberbe, és hirtelen összezavarja. Na most különböző játékosok vagyunk, ezért különböző módon éljük meg ezt a dolgot. Én nálam magas a kezdeti siker, és utána nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz játékossá válok, és ehhez mit tudom én, eltelik egy hónap, és akkor elkezdek megint vissza-vissza-vissza-vissza jönni, hogy jobb játékos legyek, mint mondjuk a csapatod vagy az ellenfél nagy része, de nálam ez egy ilyen lassú tanulási folyamat, én így tanulok, hogy eleinte jó vagyok, utána nagyon-nagyon rossz vagyok, ami kb. Kívülről megtanulom a dolgokat, mert ez a fajta játékos, aki kívülről megtanul dolgokat, hogy mit lehet és mit nem lehet, és hogy lehet és merre kell csinálni, és akkor úgy tudom alkalmazni a pályán nálam, azután jön be csak a taktikusság, azután jön be az, hogy megtaláljam azokat a szögeket, és akkor már úgy vagyok vele, hogy nem mindig muszáj belemenni a játék közepéig, de addig, amíg kiadom magamból ezt az új élmény, ezt a rush vágyat, ami bennem van, addig én mindig ugye a játék közepébe bele akarok menni, nem tudom ti, hogy vagytok ezzel, én teljes mértékben így vagyok, nem tudom, minden játékban, az elején ott vagyok a rás közepében, fűt az adrenalin, és aztán egy idő után lelassulok, és elkezdek egy csomó hülyeséget tanulni, de rájövök, hogy mindazért csinálom, mert hogy egy tanulási folyamaton megyek véghez, és kerül, rendszerbe kerülnek a dolgok. És ugye más játékosok, más kémia, van aki helyből így indul a dolgokkal, ez csak egy olyan videó, hogy ne lepődjél meg, nem szar vagy, így csak tanulsz, csak van, aki gyorsan tanul, ezért helyből félreteszi ezt a új játékélmény, stb. Dolgot, hanem is helyből kuszálódnak benne össze a dolgok, és egy-két hét, és már is kezdi rendszerbe rakni ők, és kezd egyre jobb lenni a dolog, úgyhogy ez azért kész ez a videó, ez egy olyan kis motiváció arra, hogy ez jusson eszedbe akkor, amikor a teljesítményed len van, mert nem azért van lent a teljesítményed, mert hogy te nem tudsz játszani, hanem azért van lent a teljesítményed, mert valami újat tanulsz, amit be kell rakjál a rendszerbe, hogy összeegyeztesd a dolgokat. Na most aztán az Overwatch az olyan 20-szor komplikáltabb, mint egy Battlefield, mint egy COD, meg valami, mert 20 fajta karakter van, most plusz-minusz nem tudom pontosan hány van, és még nem számoltam, tehát 50 fejenként, így van, 20-an vannak talán, ja. És ugye 20 karakter, 20 tényleg különböző játék stílusról beszélhetünk itt, mert egyszerűen annyira jól megcsinálták a karaktereket, hogy válogatni tudunk a saját stílusunk közül, de ugye egy idő után, miután a saját stílus meguntuk, akkor szeretnék kipróbálni más karaktereket is, na akkor jön az igazi összekuszálódás, és akkor kell adnod magadnak időt, hogy tanulj, de hogyha beugrik, hogy te most azért játszol éppen rosszul, mert hogy tanulsz, akkor koncentráltabban fogsz,
figyelni arra, hogy mit kell tanulni, hogy mit tud ez a karakter, mikor időzítsd a képességét, vagy mikor tedd meg azt az adott lépést, például gondolok itt a nehezebb tank karakterekre, vagy a healerre, bármelyikre végül is, és hogy mikor lépje. Vannak játékosok, akiknek ez ösztönösen megy, mert mindig kiválasztják azt a karakter, de például kapta a napokban egy ismerősöktől, hogy nézzem meg ezt a srácot, YouTube-on milyen jó játszik Warframe-et, és azt vettem észre, például annál a srácnál, hogy kifejezetten csak damage-eket választ, tehát szinte csak damage-es karaktereket, ha defensív karaktereket választ, akkor is a damage-esebb defensív karaktereket, és ugye reflexből azokat tolja, mert azzal megy neki jól. Nincs para, mert tényleg jól megy neki. Például a Genji-vel kifejezetten jól megy, ami ezért én teljesen analfabéta vagyok egyelőre, és kezdem lassan megtanulni. Azt kell, hogy mondjam, de nagyon nehéz számomra vele játszani, azzal ellentétben bármilyen olyan karakter, amivel lőni kell távolabbra, már jobban játszok. Például vagy olyan karakter, amivel felfogni a damage-et már jobban játszok, mert az akció sűrűjében van. Olyan karakterrel, ami folyamatosan követi a játékosokat és healeli, ugye már eleve jobban játszok. Tehát, de vegyük például a Luciót is, aki olyan táborról healerős, tehát annyira praktikus karakter a sebességével számomra, és hogy úgy healer, de a Choice, akinek a szárnyai vannak, nem tudom milyen neve, ő is nagyon, nagyon praktikus nekem, így követtem, és mindig belülök az akció sűrűjébe, de viszont Genji ugye elmondhatod, hogy mindig az akció sűrűjében van, de igazából nem. Mert csak egy alkalomkor van az akció sűrűjében, amikor bekapcsolja az ultimate képességét és végig darálja a pályát, de addig egy viszonylagos taktikus játékos. És ugye a srác is például, akit néztem videón, olyan karaktereket és úgy választja meg őket, hogy egy ilyen megfelelő távolságból, ésszerű taktikussággal zúzza szét a pecs, ennek megfelelő mértékkel tud nagyon jó statokat hozni. Ő így tanulta meg a játékot, viszont nálam a javaslat az tulajdonképpen, hogy mindig megtanuljuk az összes karaktert idővel, adjuk meg az összes karakternek azt a 100 órát, kb. Hogy igazán megtanuljuk, és 20 karakterről van szó, és már is eltöltött el a játékkal egy csomó időt, és már is nem ott vagy, hogy 40 euró kidobott pénz volt, ezért nagyon-nagyon hangsúlyozom, ne csak azzal az egy karakterrel játsz, tanuld meg az összeset, add meg az időt nekik, hogy megtanulhassd az összeset, és hogy jó legyél az összessel, és ne csak egy karakterláncra koncentrálni. Igen, de hát én vagyok defenzív, de csak vedd észre azt, hogy a karakterek közül, hogy a defenzív damage-est választasz, vagy pure defenzívet, ha bástyát választol, akkor mindig bastiont választod, tehát ugye a robotot, vagy mást is választasz, vagy választasz olyan, ami igazi véderő, vagy hogyha damage-est választol, akkor nem csak Soldier 76-od, vagy mint én, hanem mit tudom, a Reaper-t is, kivel kifejezetten taktikusan kell játszani. Nos, ennyi lett volna a mostani videó, és a következő videóig, sziasztok! Hattunk. A HP-d alatt? Aha. Azért nem tudom, mit tud. Biztos valami buffot kapsz. Több damage-et, vagy nem tudom. Ez lehet elképzelni. Jó. Pipi, HP engem. Bro, akkor elindultam el a gold.
Most tudok halni. Nem utol senki. Éva. Két lövésbe se. Heroes never die for a price. Kicsit. Jó, tudom. Hogy jön. Kijöttetek már? Nem. Hol szép volt. Ma nézem a meccset. Yeah.